Fontos bejelentés történt szerdán a Nyíregyházi Városháza udvarán. Hamarosan létrejön a Nyíregyházi Városi Tőke Alap az MFP Invest finanszírozásában. Ez a nyíregyházi helyi gazdaság erősítésére szolgál, az itt működő vállalkozások fejlesztéseit támogatja majd. Átlagosan 300 millió forintos konstrukciókkal, de itt különböző pénzügyi lehetőségek vannak. Nagyon fontosnak tartjuk ugye azt, hogy a helyi cégek, ugye ez nem a nagy külföldi multicégek felé irányul, erősödjenek, ez fejlesztések nélkül nem lehetséges. Emellett a munkahely megtartást is segítheti az 5 milliárd forintos alap, és a foglalkoztatás bővítésére főleg a fiatalokéra is lehetőséget ad. Nem startupokat várnak, hanem területtől, ágazattól függetlenül legalább 2-3 éven nyereségesen működő vállalkozásokat, amelyek tovább szeretnének lépni, ugyanakkor tőkehiányban szenvednek. Nyíregyháza egyébként már a negyedik hazai település, ahol városi tőke alap indul. Tavaly őszóta Debrecenben, Székesfehérváron és Kaposváron hoztak ilyet létre. A Szabolcsi megye székhelyével együtt már összesen 23 milliárd forintos kerettel. Ez a vállalkozásoknak szól, azoknak a vállalkozásoknak, akik Nyíregyházán vannak bejegyezve, vagy a vonzás körzetébe, de ezen mi tovább megyünk, túlmegyünk. Azokat a vállalkozásokat várjuk, és itt az MFB Invest 100%-os tulajdonában lévő Focus Ventures ZRT várja azokat a cégeket, akik tőkebefektetést igényelnek. Tehát magyarán azokat a cégeket is várjuk, akik Magyarországon be vannak jegyezve, ezek külföldi tulajdonú cégek is lehetnek, de akár Nyíregyházán, akár vonzás körzetébe szeretnének vállalkozást alapítani, vagy vállalkozásukat itt akarják betelepíteni. Arról, hogy végül mely vállalkozások kerülnek az alapba, egy befektetési bizottság hozza meg a döntést, melynek 7 tagja közül 2-t a város delegál. Helyben tudják ugyanis megítélni, mely célok fontosak a város és vonzás körzete életében. A befektetési időszak 7 évig tart, az ennek lejártát követő 5 éven belül kell visszafizetni a befektetett összeget. A Nyíregyházi Tőke Alap a bejegyzését követően jövő év elején kezdheti meg a működését. Addig is terve van, hogy az érintetteknek tájékoztató jellegű vállalkozói fórumot szerveznek.